Hat étterem szakáccsal ragadott fokon alatt csallóközi fogásként hagyományos ételeket készítettek. Volt többek között ősszűzérme vörösboros öntettel, lecsó és szuvidált rozékacsamell mézen pirítva. Gombos Mário, a nagymegyeri Orchidea szálloda éttermének szakácsa nagymamája paprikás krumpliának ízét idézte meg, az ételt azonban teljesen újra gondolta. Első helyezést ért el. A paprikás krumplit azt hagytam az eredeti formájában, kis lecsóval, a burgonya, a füstölt paprika, annyit adtam hozzá, hogy angol zellerrel és kis rozmaringgal dobtam fel. Csertészűz volt, ami a fő dolog volt hozzá. Morzsába forgattam meg, ami kenyér volt megsütve. Egy ismerőstől, aki csaló közben csinál szarvas kolbászt, őtől leszereztem a kolbászt, és ennek a kettőnek a keverékébe volt megforgatva a húsi. Néha kell, ami kicsit kimozgat a komfortzónából, és új löketet ad a hétköznapi munkába járáshoz. A versenyző szakácsok szezonális és a régióra jellemző alapanyagokból főztek. Janák Szabolcs, a Diós-Patonyi Hotel Ring éttermének szakácsa maga lőtte az elkészített fácánt. Olyan pluszt adott az ételnek, amiért érdemes étterembe menni, ezért ő is első helyezést érdemelt ki. Kihívás ez a fácán, mindenki mondta, hogy a száraz lesz, meg nem lesz jó, de mi csak azért bebizonyítottuk, hogy ez lehet jó is, tehát tettünk egy kis csavart benne, hogy a combot konfitálva készítettük el, és a mellett pedig ilyen rozéra sütöttük meg. Látunk mink is mindig újat tanulunk, vannak érdekes technikák, vannak érdekes ételek, amik szintén fel lettek kicsit újítva. Kicsit átlépjük azt a megszokott unalmas valamikorit, és kicsit újítunk rajta. Éncsiklandó ételek és ízléses tálalások jellemezték a csallóköz legjobb étele gasztronómiai versenyt. A gasztroforradalom itt is éreztette hatását, ugyanis hagyományos ízek jelentek meg formabontó elkészítésben. Ezeken az ételeken nőttünk fel, mint a paprikás krumpli, a paprikás csirke, vagy a kacsasült, vagy a vad. Tehát ezeket szeretjük. Most az történik, hogy ezeket az ételeket kicsit szétszedjük. Az a lényeg, hogy ízében a paprikás burgonya legyen, de textúráiban, izgalmában pedig teljesen másik. Nagyon sok modern technológiát alkalmaztak, és nagyon szép megoldások, látványos megoldásokat is alkalmaztak, tehát nem csak hatásvadás céllal készültek szép ételek, hanem az tényleg nagyon finomak is voltak. A csalló közben finomakat lehet enni, ezt mondják a régióba látogató turisták. A verseny célja ezért a gasztronómia magasabb szintre emelése és a gasztroturizmus fellendítése. Szeretnék megmutatni mindazt, ami a régióban érték, és az egyik érték az, hogy itt nagyon jó ételeket lehet enni. Az volt a cél ezzel, hogy az ide érkező turisták, illetve a helyek is tudjanak megkóstolni valami tipikusan csallóközi jellegű ételt. Fontos az, hogy a szakácsok ne külföldön keressenek munkát, hanem itthon maradjanak, itthon próbáljuk őket motiválni, hiszen vannak nagyon jó mesterek a régióban is, úgyhogy a cél az lenne, hogy megtartsuk azokat az embereket, és motiváljuk a szakácsokat, mint az éttermeket arra, hogy igenis lehet itt is jót főzni, vannak itt is jó alapanyagok. A verseny három legjobb étele bekerül a versenyben résztvevő éttermek étlapjának kínálatába, így a széles közönség is megkóstolhatja azokat.